Nem, hogy kivételes tehetség, üzeneszerző zongoristákra Koncai Viktor nagyon komoly szakmai elismerésben részesült. Produceri munkájáért a lengyelországi Poznánban vehetett át egy platina lemezt, egy igen népszerű lengyel énekesnő számára hangszerelt ugyanis dalokat, és azonnal meghódította ezekkel Lengyelországot. Ezt egyébként személyesen is megtapasztaltuk odakint. Rakoncai Viktor lengyelül köszönti a poznani aréna közönségét. A magyar zeneszerző Lengyelország egyik legrangosabb könnyűzenei díját vette át a leghíresebb lengyel énekesnő Szilvia Gzeszczak koncertjén. A koncerten és a díjátadón az aktív kamerája is ott volt. Viktor azt mondja, imád vezetni, most közel 900 kilométert kell megtennie. Ilyenkor leginkább a helyi adókat hallgatja, mert hogy nagyon jó érzés számára a saját szerzeményeit hallani a lengyel rádióban. Épp a Rádió Zetet hallgatom, ami Lengyelország egyik legnagyobb rádiója. Pont adják azt a dalt, amit én írtam Szilviának, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Szilvia Gzeszczak Lengyelország egyik legsikeresebb énekesnője. A slágerei rendre a zenei toplisták évére kerülnek. Dalait folyamatosan játsszák a rádiók, és egész évben teltházas koncerteket ad. A 25 éves énekesnőnek eddig két lemeze jelent meg. Az első a megjelenés után néhány hónappal dupla platina lemez lett. Ezzel a sikerlemezzel indult Szilvia és Viktor közös munkája is. Szilvia 2011-ben kérte fel Viktort zenei producernek, akkor ő utazott Budapestre néhány dallammal a fejében. Azt kérte a zeneszerzőtől, hogy hangszerelje meg és keltse életre a dalait. Nagyon szeretek Szilviával együtt dolgozni, egyrészt azért, mert nagyon jó énekes, és nagyon inspirálja az embert munka közben. Másrészt azért gördülékeny a munka, mert annyi kérése van csak minden egyes dalnál, hogy úgy keltsem életre, ahogy én azt jónak látom. Viktornak nem ez az első külföldi felkérése, több híres lengyel énekesnőnek is írt már dalokat. Azért is nagyon inspiráló a külföldi munka, mert ott nem ismerik az ember nevét, csak az van, amit hallanak. És ilyenkor az ember egy picit úgy érzi, hogy újra tud bizonyítani saját magának. Vasárnap este zsúfolásig megtelt a poznani sportcsarnok, közel 5000 rajongó váltott jegyet Szilvia koncertjére. Viktor a koncert előtt még az öltözőben akarta meglepni az énekesnőt. No, it's me, Victor. Victor! Hi! Hello. Oh my God! Szilvia azt mondja, hogy kicsit megfázott, de nagyon fontos számára a mai koncert, mert Poznan a szülővárosa, és itt van a legtöbb rajongója. A koncert végén Viktort is szeretné bemutatni a közönségnek, sőt még egy meglepetéssel is készült. A rajongók minden számot együtt énekelnek Szilviával, az énekesnő pedig, hogy fokozza a hangulatot, lemegy a színpadról, hogy együtt énekeljen a tömeggel. A legnagyobb sikere azoknak a daloknak van, amiket Viktor készített. A közel két órás koncerten főleg a tavaly megjelent lemez slágereit játssza a zenekar. Viktor mind a 9 dalát kívülről fújja a közönség. A nézők tombolnak, amikor a koncert végén Szilvia a színpadra hívja Viktort. Viktor, a zeneszerző pedig csak most szembesülhet Szilvia meglepetésével, amikor átveszi a platina lemezt. Az énekesnő a koncert utáni első interjújában boldogan nyilatkozik a Viktorral való közös munkáról. Valósággal sokkolt, hogy Viktor eljött a koncertemre. El sem hiszem, hogy itt van az az ember, akinek a legtöbbet köszönhetek. Ő volt az, aki 3 évvel ezelőtt látott bennem elég fantáziát, és csodálatosan meghangszerelte azokat a melódiákat, amit csak úgy nyersen egy 100 zongora kísérettel elküldtem neki. És most pedig platina lemez lett belőle. Köszönöm, szeretlek! I love you. Másnap Viktor Poznan óvárosában beszélt meg találkozott Szilviával. A zeneszerző elárulta, hogy a megbeszélés után azonnal indul vissza Budapestre, mert a hamarosan induló énekiskolájának, úgy mint tavaly, most is ő lesz a zenei producere. Hát nem volt egyszerű időt szakítani erre a két napra, mert már elindult az énekiskolája második évadja, és a castingon már túl vagyunk, úgyhogy nagyon sok feladatunk van még a műsorral. Egy kis késéssel ugyan, de Szilvia is megérkezett a megbeszélésre, mivel a rajongók azonnal felismerték az utcán, és a dalait énekelve követelték tőle az autógramot.
A megbeszélés részletei ugyan titkosak voltak, de Szilvia annyit elárult, hogy már most egy új lemezre való ötlete van, és egyértelmű, hogy az új daloknak is Rakoncai Viktor lesz a zenei producere.